1000 adag paprikás krumplit fogunk készíteni. Csapatom ugye kockázza a virsliket, és az én feladatom lesz a keverés nagyjából, mert ugye egy szakácsunk van, és ugye a tüstöt nem tudná egyszerre keverni, úgyhogy mi vagyunk a kicsőhendek. Fékvezérlés fejlesztésen dolgozó mérnök csapattal fogunk ételt lefőzni, és ez a helyi közösségeket támogató Local Care programunk keretében valósul meg, amelyre a termékfejlesztésen dolgozó egyik kollégán pályázott ebben az évben. Hát elvileg egy vetékedő van, hogy ki tud magasabb tornyot építeni. Volt versenyben ugyanúgy 152-152 mm-rel az U55 és a szorgos méhecskék. Gratulálok nekik! Minden évben szívügyemnek érzem azt, hogy felkorolni valami hasznos társadalmi ügyet, és ebben foglalkozni, mert a társaság nagyon nyitott rá. Többek közt építettünk már erdei iskolát, újítottunk föl tanösvényeket, ültettünk fákat a gyár területen, és sok hasonló dologgal foglalkoztunk eddig, és gondoltam profilt váltunk, és kapcsolatban álltam az Élelmiszerbank Egyesület vezetőivel, illetve a gyűjtőpontokon találkoztam a projekttel, és még egy gyönyörű májusi napon gondoltam, hogy alkalmas erre a főzésre is. Ilyen egyszerű. Mert, hogy nem kell túl gondolni ezt, hanem ilyen egyszerűen is lehet segíteni. Nem csak azt a bizonyos zöldséges paprikás krumplit, hanem desszertként kókuszgólyót is készítettek a Knorr Bremse munkatársai, és ez 6 szervezet segítségével fogjuk eljutatni rászorulókhoz, krízisotthonokba, hajléktalan ellátásba, tanodákat és ezáltal gyerekeket segítő szervezetekhez. Gyakorlatilag így 1000 embernek tudunk segíteni. Nagyon szépen köszönjük, és hálásak vagyunk ezért. Amúgy már várják, mert mondtuk nekik, hogy visszük, úgyhogy várják a konyhába a kis élelmiszert, és ez így hónap vége fele, ez így ez nagyon jól jön. És nagyon szépen köszönjük még egyszer.